Döntések rendkívüli ülést tart Paks képviselőtestülete, tisztújító közgyűlés a tagokról határozott a Magyar Olimpiai Bizottság, most gázmérgezés a szüret veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Köszöntöm a nézőket, a Telepaks híradóját látják. Rendkívüli ülést tart Paks képviselőtestülete szeptember 12-én 11 órától a Városházán. A tervezett napirendi pontok között szerepel a településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet módosítása. Tárgyalnak a képviselők egészségügyi alapellátási orvosi körzetekről, és megválasztják a Telepaks Média Centrum Nonprofit Kft. Könyvvizsgálóját. A tervek szerint módosítják a paksi Bóbita bölcsöde és konyha alapító okiratát, és zárt ülésen döntenek egy településképi fellebbezés ügyében. A rendkívüli testületi ülést a Telepaks élőben közvetíti, csütörtökön 11 órától. Idén szeptemberben ünnepli 10 éves jubileumát az idősek és a fogyatékos személyek nappali ellátása a Nyitni Kék Klub. Ez alkalommal az intézmény egy rendezvénysorozattal kívánja megünnepelni a jeles napot. Nagyon sok városi intézmény csatlakozott ehhez a sorozathoz, amelynek első állomásán szeptember 11-én a fogyatékkal élő fiatalok egy állatfarmra látogattak. Megismerkedhetnek a tanyasi élettel. Célunk az, hogy mindig élményben részesítsük a hozzánk jövő klubtagokat. Támogatnak ebben bennünket a szülők is, úgyhogy izgalmassá próbáltuk tenni a mai napot. Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Olimpiai Bizottság szeptember 7-én. A 15 fős testületben 6 olimpiai bajnok is helyet kapott. Közöttük van dr. Kovács Antal, az Atomerőmű Sport Egyesület elnöke is, aki már 2008 óta tölti be ezt a tisztséget. Tisztújító közgyűlés keretében ismét a kétszeres olimpiai bajnok kajakozó Gyulai Zsoltot választották a Magyar Olimpiai Bizottság élére. Az alelnökök dr. Dajs Tamás és dr. Vladár Sándor maradtak. A szeptember 7-i eseménye újabb elnökségi tagokat is választottak, akik között dr. Kovács Antal újra bizalmat kapott. Az Atomerőmű Sport Egyesület elnöke 2008 óta tagja a bizottságnak. Külön jó esett, hogy igazából kis sportákként, meg kis egyesületből jöve, meg hát több mint 30 éve nyertem olimpiát, azért a második legtöbb szavazattal kerültem be az elnökségbe, és azért ez mindenképpen egy elég erős legitimitáció és egy jó visszajelzés. Benne volt a pakliba, én számoltam azzal is, hogy most nem leszek már elnökségi tag, mert azért nagyon erős volt a kandidáns létszám. De azt gondolom, hogy nagyon jó csapat jött össze, és azt gondolom, hogy azért tudok segíteni az Olimpiai Bizottságnak, meg azért megfelelően tudom képviselni ebben az egyesületet is. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság egy független nemzetközi szervezet. Feladatai közé tartozik az olimpiai játékok megszervezése és felügyelete, az olimpiai sportágak népszerűsítése, valamint az olimpiai mozgalom alapelveinek, például a sportolás tisztaságának, a tisztességes versenynek és az esélyegyenlőségnek az előmozdítása. Globálisan képviseli a sport érdekeit. A MOM-nak most van egy nagyon jó kettős életpálya modellje, amiben az alapok kialakításánál sokat tudtam segíteni, és az, hogy most több mint 100-an részt vesznek ebben országos szinten, és tovább nyílik a lehetőségek száma, ez mindenképpen jó. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy az Atomerőmű Sportegyesületnél mindig is a sport és a tanulást együtt próbáltuk kezelni, én azt gondolom, hogy ez jó, hogyha ez az egész magyar olimpizmust jellemzi, hogy tanulás és sport, és ez a duális életpálya menjen. A beszélgetés teljes egészében megtekinthető a Híradó után a Lelátó című sportmagazinban. Most ősszel is a szüret veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. A gondatlanság és figyelmetlenség miatt minden évben több baleset vagy haláleset következik be országszerte a mustgáz miatt. Éppen ezért a hivatal a megelőzésre hívja fel a figyelmet. A szerda délelőtt tartott tájékoztatón elhangzott, hogy fontos szellőztetni a pincéket, és célszerű oda széndioxid érzékelőt is felszerelni. Ismertették továbbá, hogy a pincékben, présházakban alkalmazható a közismert gyertyás módszer is.
Mentő és tűzoltó autó érkezett a Várdombi pincéhez, odalent egy ájult férfihez sietett a segítség, a tűzoltók légzőkészülékben mentek le érte, az áldozat mustgázmérgezést szenvedett, miután a felszínre hozták, a mentők újraélesztették. Mindez egy szimuláció volt, amivel a katasztrófavédelem a szüreti időszak veszélyeire irányította a figyelmet. Itt ugye szén-dioxidgázról beszélünk, amikor is az erjedés során szén-dioxidgáz szabadul fel az alkohollá válás során, és ugye ez a szén-dioxid egy levegőnél nehezebb gáz, viszont hajlamos arra szépen, hogy kiszorítja az oxigént abból a légtérből, ahol éppen az erjedési folyama zajlik, és természetesen innentől kezdve elfogy az oxigén, okozhat egy olyan jellegű gondot, problémát a borkészítőknél, vagy éppen a tevékenységet végzőknél, hogy kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy nem kapnak levegőt. A tartályt megemeli a borász, majd másodpercekkel később megszédül és összeesik. Évekkel ezelőtt a katasztrófavédelem Pakson forgatta a figyelemfelkeltő videót. Ha a mustgázzal telített a pince, akkor másodpercek alatt jelentkezhetnek a tünetek. A bajba jutottnak ilyenkor meg vannak számlálva a percei a mentőszolgálat szerint. És hogyha abban a magasságban már jelentkezik, ahol a mi órunk van, akkor mindössze 2-3 légvétel már elegendő ahhoz, hogy tudatzavart, rosszul létet okozzon. Onnantól kezdve már borítékolhat, hogy kimenekülni épp tudattal nem fog tudni a pincéből. Egy liter must erjedésekor akár 42 liter szén-dioxid is keletkezhet, a szakemberek szerdán hangsúlyozták. Ha bajba jutott pince tulajdonosról szerzünk tudomást, akkor minden esetben segítséget kell hívni. Ha bajba jutott, akár a rokonunk, akár jó barátunk, ismerősünk, semmiképpen ne menjünk utána. Fizikai képtelenség lesz, hogy mi egy levegővétellel bent tartva azt a levegőt, az ő testét, a maga tehetetlen testét a lépcsősoron keresztül felhozzuk biztonságosan. Mindenképpen meg kell várni, amíg kiérkeznek a helyszínre a katasztrófavédelemnek a munkatársai, és a tűzoltók megfelelő légzésvédelmi eszközök segítségével fogják kimenekíteni abból a gáztérből. A mentőszolgált dolgozói is már kint biztonságos körülmények között tudják csak ellátni a beteget. A balesetek elkerülése érdekében fontos szellőztetni a pincéket, és célszerű oda szén-dioxid érzékelőt is felszerelni. Alkalmazható a közismert gyertyás módszer is. Ha ugyanis a láng elalszik, akkor a szén-dioxid jelen van. Ilyenkor azonnal el kell hagyni a helyiséget. Leginkább én azt szoktam észrevenni, akár saját példám, vagy bármelyik kollégának a példájából kiindulva, hogyha nagyon olyan évünk van, és nagyon úgy összejön minden, hogy nagyon sietni kell, és néha akár kapkodni, és akkor szokott a probléma, a veszély mindig fönnáll, de akkor szokott általában bekövetkezni a baleset, és ezt jó észben tartani, hogy nem sietünk, mert ott bizony halálos gáz van a pincékben, az erjesztőterekben. A folyamatos tájékoztatásnak és figyelemfelhívásnak is köszönhetően az elmúlt 5 évben halálos mustgázmérgezés nem történt Tolna vármegyében. A szakemberek ugyanakkor továbbra is fokozott figyelmet kérnek a pince és présház tulajdonosoktól. 6. alkalommal tartották meg az Aliszka katasztrófavédelmi országos íjászversenyt a katasztrófavédelem hivatásos állománya számára. A megmérettetésen, amelyet a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a Paksi Cellőke Íjászsport Egyesület közösen rendezett, mintegy 50-en vettek részt Cseresznyés pusztán. Célzott és lőtt. Az Aliszka katasztrófavédelmi országos íjászverseny egyik résztvevője a Cseresznyés pusztai erdőben szeptember 11-én. A településrész erdei iskolája adott helyszínt a megmérettetésnek, amelyet a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a Paksi Cellőke Íjászsport Egyesület immár 6. alkalommal szervezett meg. Ezelőtt egy jó pár évvel felkérést kaptunk a katasztrófavédelmi főigazgatóságtól, Szekszádról, hogy köztük is vannak íjászok az ő állományukban, és hogy szeretnének egy ilyen összejövetet rendezni, és hát mondtuk, hogy tulajdonképpen semmi akadálya nincsen, és az első versenyeket még Szekszádon, a Sötétvölgyi Parkerdőben rendeztük. A versenyek életébe beleszólt a Covid-járvány, így 2 év kihagyás következett. A hagyomány felelevenítésére most ismét segítséget kért a vármegyei igazgatóság, és a Cellőke Egyesület örömmel teljesítette azt. Ráadás, hogy a verseny ki is bővült. Már nem csak a katasztrófavédelmi főigazgatóság, hanem a társszervek is beleért, hogy a BV-seket, illetve a rendőrséget a
rendőrség állományából. Nem csak ijászokat, hanem lelkes amatőröket is várunk szeretettel. Megközelítőleg 50-en vettek részt az IASZ versenyen. Makai Róbert tervei szerint jövőre már 80-90 fő számára szeretné berendezni a pályát. A feladat tulajdonképpen nagyon hasonló a versenyijászathoz, nekik is egy versenypályát építettünk föl, értelemszerűen, mivel tudjuk, hogy nem e-sportolókról van szó, egy picit könnyített pálya, ugye a távolságok tekintetében, és ugyanaz a feladatuk, a szabályrendszer is szinte majdnem hogy ugyanaz, különböző kategóriákkal leküzdeni a célállatokat, amiket neki kihelyeztünk. Amellett, hogy sportolási lehetőséget adott a verseny a résztvevők számára, közösségformáló ereje sem volt elhanyagolható, továbbá az állomány tagjai átfogó képet kaphattak a történelmi hagyományokkal rendelkező íjászatról. A verseny résztvevői éremmel, oklevéllel és egy-egy palack borral lettek gazdagabbak a nap végére. Szerdán este gyengén felhős idő várható, majd az éjszaka második felétől megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem lesz, az északnyugati, majd a délkeletire forduló szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11-15 fok között alakul. Csütörtökön napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, zápor, eső egyaránt várható nagy eséllyel. Helyenként, főleg a térség délnyugati felén zivatar is kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16-29 fok között alakul. A magasabb értéket a térség délkeleti, a legalacsonyabbat az északnyugati részein mérhetjük. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!